A Nemzeti Adó és Vámhivatal repülőtéri főigazgatóság pénzügyűrei eredményesen akadályoztak meg a napokban Antik kivitelét az országból. A budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren kettő kínai állampolgár jelentkezett kilépésre. Az Utasbiztonsági Szolgálat munkatársainak jelzése alapján a pénzügyőrök tételes vámvizsgálatot végeztek. A két kínai állampolgár csomagjai összesen 83 darab antik jellegű tárgyat rejtettek. Többek között cukortartót, tea, kávékiöntőt, érmét, vázát, tányért, több mint 8 millió forint becsült értékben. A NAV pénzügyőrei a tárgyakról kivitelezésük és jellegük alapján feltételezték, hogy a kulturális javak körébe tartoznak, ezért szakértői véleményt kértek. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műtárgyfelügyeleti irodája megerősítette a gyanút, ezért, mivel az utasok az ilyen jellegű tárgyak kiviteléhez szükséges engedéllyel nem rendelkeztek, azokat a pénzügyőrök lefoglalták, és visszaélés kulturális javakkal büntet megalapozott gyanúja miatt feljelentést tettek a rendőrségen.